megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Téglási Imrét, az Alfa Szövetség elnökét, hazánk egyik legnevesebb és legaktívabb életvédőjét. Köszönjük szépen, hogy elvállalta ezt a meghívást, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm állandó résztvevőnket, a Fekete István Szabad Egyetem igazgatóját, dr. Popé Gyula tanár urat is. Köszönöm, hogy ő is megtisztelte az esténket. Imrével már talán 20 éve ismerjük egymást, egy parlamenti konferencián mind a ketten civil szervezeti vezetőként résztvéve ismerkedtünk meg, és én azóta nagy rajongója vagyok és tisztelője az ő életvédő, rendkívül aktív és tántoríthatatlan elkötelezett tevékenységének. Sajnos nagyon sok életvédő szervezetnél látom azt a megalkuvást és azokat a tabu témákat, amikkel nem mernek foglalkozni. A népesedési kerekasztal tagjaként is csalódással töltött el, hogy csupán a migrációról nem mernek beszélni, a homoszexualitásról és az LMBTQP propagandáról, a cigány kérdésről, tehát egy csomó olyan népesedést érintő kérdésről, amiket tabuként kezelnek, és hát az abortusz és a magzatvédelem kérdésköréről sem. Hát ez az a téma, amiről viszont mi mindig is szükségesnek tartottuk, hogy beszéljünk. Az elhíresült szívhangos javaslatunk, ami jó magamnak is az utolsó parlamenti indítványa volt a lemondásom előtt 2016-ban, az jó részt Téglási Imrének köszönhető, hiszen ő volt a kidolgozója számtalan más szakmai javaslatunk mellett, úgyhogy nagyon köszönöm ezt a komoly háttérmunkát, és itt az ideje, hogy egy kicsit itt a Szabad Egyetem színpadán is az első sorba álljon, de előtte megkérném igazgató urat, úgyis, mint az év utolsó előadásának kapcsán, hogy mondjon egy köszöntőt számunkra. Kedves Fele barátaim, felszólított a kedves barátunk, hogy mondjak néhány keresetlen szót. Hát a szavak valóban keresetlenek lesznek, nem is nagyon keresem őket, azok úgy jönnek maguktól. Ahogy végignézek, a üres székeken és a foglalt székeken mindig Berzsenyinek az a néhány sora jut eszembe, hogy nem sokasság, hanem lélek, szabad nép tesz csuda dolgokat. Tehát mi nem is vagyunk sokan, de úgy gondolom, hogy szabad lelkek vagyunk, és képesek vagyunk csuda dolgok véghez vitelére. Hogy mennyire vagyunk képesek, ez majd a jövő év tavaszán minden bizonnyal beigazolódik, és akkor majd büszkén mondhatjuk, hogy ez jó mulatság, férfi munka volt. Adja az Isten, hogy úgy legyen. Na most térjünk át gondolatban saját magunkra, magyarokra, népességünkre, fogyásunkra, megmaradásunkra, vagy talán pusztulásunkra. Valamikor Vörösmarty Mihály ugye azt írja a szózatnak egyik sorában, a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az embermilliók szemében gyászkönyv ül. Kedves barátaim, itt Vörösmarty nagyon-nagyon tévedett. Ha mégis csak bekövetkezne, hogy a sír, a jelképes sír, ahol nemzetünk, a magyar nemzet elsüllyed, és ha körülvennének bennünket az embermilliók, tehát más nációbeli népcsoportok, higgyétek el, hogy nem gyászkönny ülne a szemükbe, hanem örömkönny. Nagyon sokan szeretnének bennünket eltüntetni e földgolóbisról, és meg is tesznek mindent annak érdekében, hogy ez bekövetkezzék. Ez nem új jelenség. Így volt ez a múltban is, már csak gondoljunk csak a 907-es pozsonyi csata előtti utasításokra, amelyeket a nyugati páncélos vitézek kapnak. Minden magyart 12 éves kortól fölfelé likvidálni, kipusztítani. Tehát a nagy pusztítást nem a jenkik végezték először az indiánokra, ugye az USA-ban, vagy amit utána majd USA-nak már nevezünk, tehát az új világban, hanem az elpusztításunk már valahol akkor a művelt nyugatnak is ott volt valahol az agyában. Nem sikerült.
De azért nekünk is tennünk kellett valamit. Először is meg kellett nyerni a csatát. Alaposan el kellett páholni az ellenségeinket, hogy rájöjjenek, hogy velünk azért nem érdemes kukoricázni. Ez így ment végig a középkor folyamán, és még nagyobb lendülettel talán az újkorban. Gondoljunk csak vissza, hogy most ez nem tévedés, amit mondok, hogy az 1400-as években mi Európa nagy nemzetei közzé számítattunk. Mátyás király uralkodása, ugye 1458-tól 1490-ig tart, ugye 1480-as években a Mátyás Magyarországának, tehát a történelmi Magyarországnak körülbelül annyi lakosa volt, mint akkor Angliának. Hol vannak most az angolok, és hol vagyunk mi? És az akkori Magyarországnak 4,5 millió lakosa volt, és ebből a szakemberek becslése szerint körülbelül 80-90% beszélt magyarul. Tehát ezek magyarok voltak. Utána eltelik, ugye 1526 Mohács, meg mi minden, ugye, és majd 1700-as évek elején, 1715-ben, harmadik Károly királyunk alatt, Mária Terézia édesapja alatt van a nagy, első nagy modern összeírás, lakosság összeírás, és mit állapítanak meg? Magyarország lakossága nem éri el a 2 milliót. Nem éri el a 2 milliót. És többségben vannak a nem magyarul beszélők. És erre még jön aztán a spontán akkori migráció a Balkánról, még a török által uralt Balkánról, tehát a szerbek, románok beözönlése, de még mindig kevés, hanem utána tudatos telepítés a dél-német tartományokból az ország üresen maradt területe, régiói felé. Tehát ekkor váltunk valóban olyan tarka, etnikailag olyan tarka országgá, amelynek a következményei majd a 20. század első évtizedeiben váltak a számunkra tragikussá. De visszagondolunk arra, hogy a mi itteni itt létünk csak úgy Árpáddal kezdődik, Árpád magyarjaival? Ha visszagondolunk rá, hogy milyen birodalmak léteznek itt évszázadokkal az Árpád magyarjainak bejövetele előtt, a két avar hullám, előtte a hunok, hol vannak? Egy olyan népet, mint például a hun, aki akkor a birodalmat tudott összehozni, és igazgatni, és uralni a környező népeket, az nem lehetett elenyésző lakossága ennek a birodalomnak. Vagy később az avar birodalom. Hol vannak ezek az emberek? Kedves barátaim, úgy gondolom, hogy itt vannak bennünk. Ezek is mi vagyunk. László Gyula híres régész professzornak, ha elolvassa az ember a könyveit, a kettős, sőt, hármas honfoglalás elméletét magáévá teszi, akkor látjuk, hogy az a hullám, amit mi 895-896 Árpád magyarjai bejövetelének tekintünk, ez valójában csak egy volt a több hullámból. Mi itt már a 400-as évektől kezdve, Attila népének a megjelenésétől, ugye már itt vagyunk, folyamatosan. És ezek a népeknek miért nem maradt fönn semmilyen nyelve, semmilyen írásos emléke? Hát azért, mert ezek voltak éppen megmaradt, de az a mi nyelvünk. Mi örökültük a jellemüket, nyelvüket, kultúrájukat, és visszük tovább saját magunkban. Mi a mi küldetésünk és jövünk Európának ebben a szegletében? Hát kérem az, hogy megmentsük Európát. A Jóisten ezért rendelt ide bennünket, Árpád magyarjait, hogy védőbástyái legyünk az akkori Európának, amelyet feladatot nagyon jól kitűnően teljesítettük, igaz, hogy megfogytunk, de nem törtünk meg, és most is teljesítjük, mert figyeljük meg, hogyha nem Magyarország, akkor Európa hol tartana? Csak a migránsokra gondoljunk. Mi vagyunk itt a szűrő, az Európa érdekeinek védelmezői Európának ebben a térségében. Vajon képesek leszünk-e a továbbiakban is helyt állni ezen a téren? Úgy gondolom, ez nem Európán múlik, mi rajtunk múlik. Európától segítséget nem fogunk nyerni.
Saját magunkon múlik minden, és a Jóisten segedelmén. Tehát tudatosítani kell, hogy mi, hogy mondjam, választott nép vagyunk. A Jóisten olyan feladatra jelölt ki bennünket, nem most, nem 100 évvel, hanem több mint 1000 évvel ezelőtt, hogy mi az ő feladatát teljesítjük, hajtjuk végre Európának ebben a szegletében. A mi vérünk nagyon drága, az életeink nagyon drágák. Óvni, fejleszteni kell jelenben, jövőben egyaránt. Ennek érdekében meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt. Köszönöm a figyelmüket! A Mi Hazánk mozgalom által alapított Magyar Életért díjat tavaly épp dr. Téglási Imrének adtuk át ünnepélyesen az évértékelőnk keretében. Hazánk egyik legaktívabb életvédőjeként szemeltük ki őt erre a kitüntetésre, hiszen az abortusz túlélő Téglási Imre 1996-ban egy új belső honfoglalás szándékával alapította meg az Alfa Szövetséget, hogy a terheseket várandóssá gondozzák. Leghűségesebb munkatársaival együtt rendületlenül fáradozott, munkájuk nyomán több 10 000 család menekülhetett meg a pusztulástól és széthullástól. Önkéteseivel mintegy 43 ezer esetben sikerült életutat mutatniuk gondozottaiknak, hogy elkerülhessék a kényszer abortuszokat, hogy megelőzzék az újszülött gyilkosságokat. 350 nyílt örökbefogadást készített elő, bár lehet, hogy ez nem a legfrissebb adat már, hiszen továbbra is aktív. Minden esetre kitartó kérlelése nyomán az orvosi lelkiismeret is ébredezni kezdett így napjainkig. Ha jól tudom, 41 magyarországi szülészeti osztály és klinika ajánlotta fel, hogy csatlakoznak az abortuszmentes napok mozgalmához. Téglási Imrének és önkéteseinek köszönhetően nem vetették be nemzetünk ellen az abortusz tablettát. Egyik jelszava, méhében él a nemzet, ez a mai előadásunk címe is, feleségével neveli 7 gyermekét, nem utolsó sorban. Övé a szó. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy önök eljöttek és itt vannak. Ezt a mai estét együtt fogjuk megszerkeszteni, és reményeim szerint emlékezetessé tenni, de mielőtt tovább mennék, engedjék meg, hogy főhajtással adózzak azoknak a családtagjaimnak, akik már nem élnek. Ez a hely nekem a hely szelleme. Bartók Béla út 96. Ha ide a 3. emeletre 35 évvel fölmentem, akkor én a 40 évvel ezelőtt, akkor a nagymamám ölelő karjába találtam magamat. Őtőle búcsúztunk, amikor édesapámmal jöttünk le, és itt a 3. emeleti lépcsőfordulónál mindig visszaintegettünk neki, aki a függő folyosó mögött lévő kis lakásból a függöny mögül visszaintett. 100. évében halt meg, és 8 gyermeket hozott a világra. Köztük az édesapámot is, aki első szülött volt, és aki katonatisztként magyar királyi honvéd századosként kellett, hogy megélje a kommunizmus szörnyűségeit, családjával együtt kitelepítették, és ebben a kitelepített helyzetben adódott az, hogy már megvolt akkor 2 testvérem, és szerencsétlen anyám nem nagyon bírta ezt a nagy nyomást, nem is csoda, hiszen éheztek, verték őket, megalázták őket az Alföldön, orosháza mellett egy Karduskút nevű település tanyavilágában kellett élniük, és azt gondolta, hogy ha a jelentkező 3. gyermeket nem hozza világra, könnyebb lesz az életük. Kinintablettákat vett be, forró fürdőket vett, konyhaasztalról ugrált, aztán úgy látszik a Teremtő Istennek más sorsa, gondolata volt, ezt ajándékozta nekem, aki mégiscsak világra jöttem, és hát a gyermekeimmel igyekszem, ha lehet ilyet mondani, igazolni azt, hogy élni nem csak jó, hanem kötelesség is. Isteni feladat, annak a szent szertartásnak a végzése, amelynek jegyében, a hitvesi házastársi kapcsolat jegyében
folytatjuk a Teremtő Isten teremtő munkáját. Aztán fejet szeretnék hajtani azok előtt, a gyermekek előtt is, akik 1956 óta nem születhettek meg. Ez ugye az abortusz legalizáció éve. 7 millió volt ezelőtt néhány éve, most már valószínűleg magasabb ez a szám. Azt lehet mondani, hogy nemzetünknek ebben a pusztulásában egy óriási nagy sorstragédiát kell látnunk, és akkor azt szeretném önöktől kérni, hogy közeledvén apró szentek ünnepe, a heródesi betlehemi gyermekgyilkosságnak az ideje, december 28-a, egy perces csönddel adózzunk minden meghalt magzatgyermek emlékének, akik honfitársaink lehettek volna, akik itt lehetnének velünk, akik gyermekeket nemzettek volna, akik világra hozták volna a jövő magyarságát, de nem történhetett meg, és mindazon magzatgyermekek előtt, akiket az abortusz legalizációja óta itt, ott, amott a világ oly sok országában nem engedtek világra jönni. Köszönöm szépen. Nemes hölgyek és nemes urak, nem így szokás szólítani a honfitársainkat, de engedjék meg, hogy a korszellemnek ellentmondva nemesnek tituláljam a hölgyeket, nemes asszonyoknak, és nemesnek az urakat, a nemes urakat. Az előadásból talán ki fog derülni, hogy miért mondom azt, hogy nemes, miért nemes asszony, és miért nemes úr. Rövid a válasz rá, azért, mert egy olyasfajta dögvész terjeng a világban, ami az elnemtelenedés irányába hat, és amely óriási támogatással igyekszik eltörölni múltunknak azt a hagyatékát, hogy férfi és nő az isteni teremtés munkáját folytatva a szerelem szent szertartásával gyermekeket nemzenek, mert hiszen tagadják a férfit, tagadják a nőt, ezt úgy hívják ugye idegen nyelven, hogy gender, mainstream, és ennek ugye az az üzenete, hogy nem vagy férfi és nem vagy nő, de igen, férfiak vagyunk és nők vagyunk, és nemesek vagyunk, és erről szól majd az előadásnak egy része, hogy mit is jelent az a szó, hogy nemes, mit jelent az a szó, hogy nem, nem tagadó szó, hanem egy főnév, ami mögött óriási nagy múlt van, ami a mi múltunk, a magyar múltunk, nem nagyon tudtunk eddig talán róla, de most ideje van, hogy erről is beszéljünk. És ha már itt tartunk, akkor ugye általában az ilyen alkalmakkor soha nem kérünk semmit önöktől, mert ugye önmagában is ajándék az, hogy önök itt vannak, de én adnék önöknek valamit, jó? Tehát azzal a reménnyel, hogyha nem is sikerül az előadásom, és önök úgy érzik, hogy csupa bolondságot beszélek, azért egy-két könyv legyen önöknek, tehát kérném ezt a kedves nemes urat, hogy ossza ki az itt lévők közül ezt a néhány példányt, még akit esetleg igényel, és még ezt a néhány szórólapot is, hogyha ezt egymás között terjesztenék, azt megköszönném. Ez egy rövid összefoglaló arról a nemtelenségről, arról a globális nemtelenségről, amelynek ugyanaz a célja, mint amiről itt professzor úr beszélt, de én már nem csak egy nemzet kiirtása, hanem minden nemzet kiirtása. A nemzetállamok kiirtása, minden férfi és minden nő identitásának, önazonosságának megkérdőjelezés. Tehát van egy óriási nagy globális háború az emberiség ellen. De akkor térjünk vissza arra, hogy méhében él a nemzet címmel, gondoltam itt előadni önöknek. Szeretném megköszönni az én kedves barátomnak, elődnek azt, hogy olyan kitűnő asszonyt választott, aki a honlapján... aki a laptopján, a parlamentben ezzel a szlogennel hirdette a saját egyetértését, hogy méhében él a nemzet. És aztán azt lehet mondani, hogy itt-ott elkezdett ez a kis magocska megfoganni, vagy szárba szökkenni, és most már különféle újságoknál itt-ott látom az interneten, hogy ilyen címmel írnak cikkeket és publikálnak, hogy méhében él a nemzet. Hál' Istennek, úgy látszik, ezt valakik elkezdték tovább gondolni, és talán valami igazságot láttak benne. És ha már adventben vagyunk, akkor föltesszük azt a kérdést, ugye Adventus Domini azt jelenti azt, hogy az Úr megérkezése meg fog születni.
Az Úr Jézus Krisztus megérkezésének ünnepében vagyunk, várakozással, és reméljük, hogy megszületik. De olyan a világ, hogy azt a krisztusi bátorítást, hogy engedjétek hozzám a kisdedeket, legalább úgy kétségbe vonja, vagy talán még inkább, mint annak idején Heródes, aki csak, idézőjelbe csak, Betlehemben mészároltatta le a 2 évesnél fiatalabb gyermekeket, a hatalomféltés jegyében. Ma azonban az egész világon folyik ez a heródesi mészárlás. Ergo, ha karácsony is van, sajnos arra kell gondolnunk, hogy nem minden gyermek érkezik meg, nem minden gyermeket engedünk magunkhoz. Kívánjuk azt, hogy minél többen megérkezzenek. És ugye azt mondom, hogy nyelvében, illetve azt mondja a híres, a legnagyobb magyar Széchenyi István, hogy nyelvében él a nemzet. Széchenyi idejében már az egykézés, illetve hát a magyarság népességszámbéli fogyása jelen van, de még nem jut odáig a magyar értelmiség is, nyilván a nemesi értelmiség, hogy ennek a mélyebb rugóit lássa, ezért azt gondolják egyébként helyesen, hogy a nyelv a nemzet megtartásának alapvető feltétele. Az anyanyelvünk, sőt, az édes anyanyelvünk, nem mindegy, édes anyanyelvünk, nagyon fontos ahhoz, hogy identitásukban megmaradjunk. De elég ehhez az, hogy megmaradjon a nemzet? Az írek, akiknek megvolt a maguk édes anyanyelve, ma angolul beszélnek. Próbálják a régi nyelvüket visszavinni az iskolákba, nem nagyon megy, angolul beszélnek. És attól ők még ugyan ír nemzet, de angolul beszélő. Vagy folytathatnánk másokkal is, ahol mondjuk oroszul beszélnek a volt Szovjetunió országaiban, de attól ők még kazakok és kirgizek és egyebek. Tehát van egy nyelvvesztés, nyilván ebben van egy más vesztés is. Én azt szeretném önöknek igazolni, hogy az a cím, amit itt most használok, hogy méhében él a nemzet, annak van oka, és ezt az okot szeretném önökkel együtt kikutatni. Ugye Kodály Zoltánnak tették föl azt a kérdést, a híres zenepedagógusnak, hogy mikor kell kezdeni a gyermek nevelését. És a tanár úr ugye azt mondotta, hogy a gyermek születését megelőző 9 hónapban már meg lehet kezdeni. Aztán máskor, más hagyomány szerint azt mondta, a gyermek szüleinek születése előtt 9 hónappal. Tehát igazából ez nagyon jól rálátott annak, arra a professzor, bár akkor még a prenatális pszichológia nem volt ilyen fejlett, hogy van egy prenatális, egy generikus hagyomány, intergenerációs hagyomány, aminek jegyében minden hagyományt őrzünk, utalt erre ugye a professzor Popé professzor úr is, hogy az avarok nem tűntek el, a hunok se tűntek el, és más népek se tűntek el, akik itt éltek, bennünk élnek, a vérünkben hordozunk őket, a génjeinkben vannak, az őssejtig vagyok minden ős, mondja József Attila, tehát a hagyomány ilyen értelemben, ha úgy tetszik, biológiailag is megy tovább, de hát nyilván ennek vannak más összetevei is. A kínai emberek ugye úgy számítják egy-egy személy életkorát, nem a születéstől, hanem a fogantatás pillanatától. Tehát 9 hónappal idősebb. Egyébként ez a bizonyos úgynevezett prenatális pszichológia, amely azt kutatja, hogy a születés előtt milyen lelki képességek fejlődnek ki a magzati életkorát élő gyermekben, ez is gyakorlatilag a lehető legkorábbra igyekszik visszamenni, mert mindenféle hatás, ami ebben a gyermekben bevésődik, az a későbbiekben majd valamilyen módon megjelenik. És aztán van egy mondás, ami latinul hangzik, magyar latin szakos tanár vagyok, de nem akartam önöknek ezzel itt villogni, ha ez egyáltalán erény, hogy először meg kell születni, és aztán bölcselkedni. Tehát nagyon sok mindenféle gondolat, meg magyarázkodás, meg racionalizás folyhat, meg kell születni, majd utána, először szülessen meg az a gyerek, aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább, ne pedig találjunk eleve kifogásokat. Tehát lényeg az, hogy a magzati életkor az egy fontos szakasza az ember életének, mindannyiunk életének, eddig erre nem figyeltünk oda, de talán érdemes erre a jövőben odafigyelni. És ahogy előd barátunk idézte, hogy mi a honfoglalás ünnepi évfordulója alkalmából egy belső honfoglalás ihletével alakultunk meg 1996-ban.
Hát a külső honfoglalásról tudunk, illetve a honfoglalásokról, hiszen valóban itt több hullámban érkeztek a magyarok a Kárpát-medencébe. Lehet, hogy még azt megelőzően is ugye mutatták ki már a tuszkán népességnél, az etruszk népességgel kapcsolatban is, hogy azon a toszkán vidéken ott valami sztyeppei népnek a genetikai öröksége van bent, tehát nem azonos a latin népcsoportokéval. Ez is egy érdekes, és majd ehhez van még egy adalék is. A belső honfoglalás. Miért kell ezt a hont belülről elfoglalni? Mert kilopták rólunk. Mert tönkretették, mert itt vagyunk még, de rengeteg olyan veszendőbe ment értékünk van, amit újra kellene gondolni, újra meg kellene szereznünk, leginkább az emberi életet. Említettem, hogy az elmúlt évtizedekben 7,5 millió magzati életkorú gyermeket nem engedtünk megszületni. Én, te, ő, mi, ti, ők. Meg még azok, akik ezt úgy szerették volna, hogy mi ne engedjük meg. Tehát azért a háború hadszíntere nem Pozsonynál van most, hanem az anyák méhében, a magyar anyák méhében ott zajlik az a háború, mert ez a legkönnyebb, ez a legkevésbé látványos, ez a legolcsóbb kivitelezni, ha egy népet és nemzetet már az anyamében írtunk ki, tehát ez a bölcsők háborúja. Tehát a belső honfoglalás, hát azért, mert én magam is úgy érzem, nem tudom, hogy önök és ti hogy vagytok ezzel, hogy Kölcsey Ferenc himnuszában, ugye ezt olvassuk, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Ugye a kisebbségben élő testvéreink végképp ezt érezhetik. Szerte nézik, s nem lelé honnyát a hazában. Persze lehetnek lojálisak a uralkodó nemzethez, de valami elveszett, és nem csak ott, hanem itt is. Tehát itt vagyunk, itt élünk, szavazunk, dolgozunk, és nem mindig én legalábbis magamról beszélek, nem mindig érzem úgy, hogy itthon vagyok ebben a hazámban. Mert rengeteg olyan van, ami számomra idegen, amit elloptak, megaláztak, megcsúfoltak, és így tovább, hadd ne soroljam tovább. És akkor föltehetjük a kérdést, na de és mikor veszítettük el ezt a hont ebben a hazában, és hogy történt? Leginkább az emberi életre vonatkozóan szeretném. Hát itt most ezen átugrok, benn maradt ez. Először is azt kell látni, hogy van egy nagy hagyománya az anyaság és az apaság tiszteletének, a termékeny férfi és a termékeny nő tiszteletének. Ez egy 30 000 éves termékenység istennő, úgy hívják, hogy Berekháti Vénusz, magyarul hangzik, de ez a Golánfennsíkon van. Ez a legrégebbi asszony anya ábrázolás. Aztán itt van egy másik, ez Franciaországban, ahol ugye bőségszarúval ott van az anyaság. És a Willendorfi Vénusz, amiben azt lehet látni ezekben a szobrokban, hogy mindegyik azt üzeni, hogy az anyaság érték, az adott közösségnek az értéke, a fönnmaradásnak, a tovább élésnek olyan feltétel, hogy anyák legyenek, amit semmi mással nem lehet pótolni. Tehát az anyaság érték. És ha egy kicsit megnézzük ezt az Anatóliában talált Isten szobort, egyébként ez egy Isten szoborgyár volt, több ilyen jellegű, szinte egy az egyben ilyen ikonográfiai tulajdonságú lemásolt szobrot találtak itt a régészek. Most csak ezt az egyet fogunk bemutatni. Ez kb. Egy 6 000 éves anyaistendő. Ennek a térdein és a méhe fölött úgy nevezem, hogy termékenységjelző hármas hullámot látunk. 1, 2, 3, sőt, ha még tovább megyünk, itt is van egy hullám, meg itt is van egy hullám, meg itt is van egy hullám. És nagyon érdekes, hogy az oroszlán, ami ikonográfiailag a férfi erőt jelenti, itt megjelenik. Tehát az anyaistennő és a férfi principiumnak a találkozása, együttműködése az fontos ebben a korai kultuszban. És akkor mit lehet tudni, hogy milyenek voltak a magyaroknál ezek a gondolatok? Milyen kultuszok jellemezték a magyarokat? Hát először is a honfoglaló férfiak, azokról viszonylag sokat tudunk. Viszonylag. Rettegték a nyilaikat, jó lovasok voltak, hadd ne soroljam tovább, erényeket, stb. De a nőkről viszonylag keveset. Márpedig azt kell mondani, hogy ezt a Kárpát-medencét nem csak a férfiak foglalták el, vagy ha ők foglalták el, akkor az asszonyok tartották meg. Ez egy nagyon fontos distinkció. És ebben a tekintetben nekünk fejet kell hajtanunk azok előtt, a nők előtt, akik az anyaságukkal,
a mi férfiasságunk teljes elfogadásával és apaságunk elfogadásával hozzájárultak és hozzájárulnak ahhoz, hogy ma itt magyarul beszéljünk. Hogy az édes anyanyelvet elsősorban és először tőlük hallják, mert ugye a férfiak úgymond vadásznak harcolnak, de az anya ott van, az édesanyja ott van, és megtanítja őket magyarnak lenni. Énekel, hogy Kodály már akkor is, amikor még csak meg nem születik a gyermek, és így tovább. Tehát tisztelegjünk a honfoglaló magyar asszonyok, ne, mondom megint a szót, a honfoglaló nemes magyar asszonyok előtt. Miért hajtogatom fontos a szót, hogy nemes? Hát először is van négy ige, ami nem ige, hanem tulajdonképpen főnév, nem, nemzés, nemzetség, nemzet. Ez a négy szó, amire tulajdonképpen az ősi magyarok gondolkodását is szerintem vissza lehet vezetni, tehát lehet így rekonstruálni. A nem, az a numitor, az etruszkok egyik királyát is így hívják, hogy numitor, szó szerint így hívják. A voguloknál van egy ilyen istenség, hogy numitarem, és mind a két esetben nemző teremtő jelentése, és ez az ős tengri, ez pedig az Isten. A tengri az a tengrizmusnak a szótövét jelenti, tengri. Tengrizmus az egy világvallásnak a főistene, amely főistent Ázsiától egészen Európáig ezekben az évezredekben, ha úgy tetszik, globálisan tisztelték és követték. Ennek az ős tengrinek vagy tengrinek a felesége a tengri ninnián, vagy tengernéni, magyarra nyugodtan lehet fordítani a ninniánt, mert a nénye is ebből van szó, tehát tengernéni, a tenger női párja, ugye egy isten, amelynek ugye két principiuma van egy férfi és egy női, tengri a férfi, és tenger, vagy tengri ninnián pedig a női párja. Ők ketten nemzenek úgy, hogy a kék ég az jelzi a tengernek, a főistennek a férfias principiumát, és a tenger, a víz, az pedig a női principium. A kettőnek a szerelmi kapcsolatából van minden, ami létezik, mondja ezt a tengrista vallás. Egyébként orosz kutatók tárták fel ennek a tengrista vallásnak a legmélyebb és legátfogóbb ugye, jellemzőit, és ez egy szent szerelmi szertartásban teremti a világ mindenséget, és az égen lebegő férfisten és a nő isten pár között van ez a szerelmi szertartás. Ebből lesznek a nemzés folyamatából, lesznek a nemzetségek, ugye ne a család, lehet használni a család ószláv jövevény szót, mert azt most már magyarnak tudjuk, és magyarosítottuk, de tudjuk, hogy a család az egy ószláv jövevény szó, és a nemzetség fejezte ki régen magyarul azt, hogy családok sokasága és egy család is. És ebből van a nemzet vagy a haza. Tehát így épül föl a nem, nemzés, nemzetség, nemzet fogalomsor. Ha ebben a sorban bármi gond van, és valami nem egészséges, a nem tehát ilyen értelemben maga a teremtő Isten tisztelete, nemzés során ennek a teremtő Istennek a tiszteletével egy szakrális életfakasztás folyik, amelynek gyümölcse a nemzetség, a gyermek és a gyermekek a nemzetség, és ebből áll össze a haza. És akkor emese álmát is vegyük még be a vizsgálódásunk köré. Ugye turul, ugye isteni látomás, ez fontos, hogy isteni látomás, ez kétszer is elhangzik ebben, hogy kinyilatkoztatás hangzik el a turul részéről. Úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak. Méhéből forrás fakad. A víz, tehát a női principium, és itt jelenik meg az emese mítoszban, mellesleg nem véletlenül ezt a szép plakettet egy Jean Judith nevű szobrászművész készítette. Mi ezt emese érdeméremnek nevezzük, és nagy megtiszteltetésnek tartjuk, ha ezt az érdemérmet odajándékozhatjuk azoknak a hazai és külföldi életvédőknek, orvosoknak, jogászoknak, politikusoknak, akik sokat tesznek, bátran tesznek és bölcsen tesznek
az emberi élet védelmért itt és a nagyvilágban, és legutóbb ezt az érdemérmet volt szerencsénk átadni a házaspárnak, a Novák Dúró házaspárnak, és azon belül pedig Dúró Dórának, úgyhogy ezúton is tapsoljuk meg a akkor még képviselő urat, aki ebben az ügyben sokat tett. Tehát a forrás, ha az anyaméből forrás fakad, az már is gyanús lehet egy kicsit nekünk, hogy a női principium, a tengrista vallásnak a női principiuma jelenik meg az emese álmában is, de gondolkodjunk tovább. Ha megnézzünk egy vájúdó anyát, ugye egy szülésről van szó emese esetében, akkor látjuk itt, hogy szülés közben kiemelkedik ugye a térde, fölhúzott térde van, itt kiemelkedik a magzati életkorát élő gyermek, aki még nem született, meg itt pedig a másik térd. Tehát, ha úgy tetszik, van itt egy, kettő, három kiemelkedő rész. Nézzük meg, hogy mivel lehet ezt rokonítani. Van egy törvény, ami úgy hangzik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és a biológusok szerint 4 milliárd éves a természetnek ez az alaptörvénye. Én azt gondolom, hogy azon túl, hogy lehetne ez akár egy tulipánnak a szimbolikus rajza, lehetne egy madárnak is a szimbolikus rajza, itt a szülés, a születés, az anya, a vájudó anya sziluettje jelenik meg, itt az egyik tér, itt van a születendő gyermek, itt a másik tér, és ebből származik álláspontom szerint a mi címerünkben ma is meglévő hármas halom, vagy hármas, mondanám inkább, hogy hármas hullám. Tehát a szaporodás szakralitása jelenik meg a címerünkben, a kettős kereszt, aminek az a jelentése, hogy egy az Isten, vagy szent az Isten, és hát ott van maga a születés. Hát ez a magyarság első alkotmánya. Nem romás írással, nem, nyilván nem latinnal, vagy cirillel, vagy nem ilyen betűkkel írják, hanem ábrákkal, úgynevezett tamgákkal. Ez az a ősiségben ez egy elterjedt szokás volt, az volt a névjegy, az volt a pecsét, bizonyos rajzolatok, állatok, madarak, virágok, adott esetben a szülő, a vájudó nőnek a megjelenítése ebben a formában. Én azt gondolom, hogy ez egy üzenet. És akkor nézzük csak meg, emlékezzünk az előzőben, azt mondtuk, hogy a térde és a méhe fölött látjuk ezt a hármas hullámot, vagy hármas hallót. Ez egy termékenység istennő. Én azt gondolom, hogy az emesénél is hasonló jellegről van szó, de ha nem így van, akkor is érdemes ezen töprengeni, vannak termékeny tévedések, önökre bízom, hogy elfogadják ezt az álláspontot, vagy sem. És akkor nézzük meg, hogy mit tudtak még a mi őseink. Hát rengeteg dolgot tudtak, amiről mi nem is nagyon eszmélkedünk. Hát először is tudjuk, hogy ez a bizonyos koronázási jelvények közül a jogar, aminek a tetején úgynevezett palmettás díszítés, van ilyen levelekből kialakított díszítés, és volt egy, van egy kitűnő kutató, nőből van, nagyszerű és értékes gondolatok, amiket ő megfogalmaz, hogy megszámolta ezeket a szirmokat vagy leveleket, és kiderült, hogy ez 10. Aztán szemügyre vette, hogy mi van ezekben a levelekben, a belső részben. És kiderült, hogy ezek tulajdonképpen az anyamének és a vulvának, a női hüvelynek a szimbolikus ábrázolásai, és 9 úgymond levél után van egy 10., ahol előtte még bent van ez a kis magocska, ez itt belül van, lehet látni, itt bent van, mindegyik esetében bent van, de itt a 10. van egy változás. Ott kibújt a magocska, megszületett a gyermek. Ez az első szülészeti, nőgyógyászati tankönyve a magyar kultúrának. Mondom én, termékeny tévedés, nem én mondom, bocsánat, ez egy Détót Judit, de én maga, teljes mértékben magaménak tudom ezt tenni. Tenger nénján, azaz őstengri női párjának így jelenik meg a jogaron. Hát ez az életfának az ábrázolása természetesen, és tényleg ez a magyar koronázási jelvények egyik legősibb darabja, ősibb, mint maga a Szent Korona. Kutatók nem tudják eldönteni, hogy 4. század és valamikor a 6. század környékére teszik, bizonytalan ennek az időpontja. És ami még ide tartozik, az előbbiekben beszéltünk már a női és a férfi principiumról, hogy itt egy hegyi kristályt
borít, ugye ez a palmettás arany díszítés, a hegyi kristályban pedig az oroszlánt találjuk. Tehát a férfi principium, a férfi erények, a férfiasság és a nőiesség milyen szépen, harmonikusan jelenik meg ezen az egyetlen egy jogaron. Hát ez a filozófia, ez a bölcsesség, ez volt a mi őseink ázsiai bölcsessége. El lehet ezt mondani szavakban, lehet erről doktori disszertációkat írni, de nem volt rá szükség, mert ők képekben beszéltek, és ez elégséges volt nekik, hogy ezt a világnézetet ebben a formában ők nagyon egyszerűen, de nagyon nagyszerűen, ugye a kettő együtt is mehet, egyszerűen és nagyszerűen elő tudják adni. És ha föltesszük azt a kérdést, hogy lehetséges-e nemzet, ne állunk, ha magyar szóból indulunk ki, anélkül, hogy a nem nemzés és a nemzetség ne történjen meg, akkor azt gondolom, hogy eléggé nyilvánvaló, hogy nemleges választ kell adnunk, mert ha nincsenek férfiak és nők, akkor nincs nem, akkor abból nagyon nehéz a nemzést kialakítani. A pipettával persze meg lehet meg a pancsolni a Petri csészében, ezt csinálják is, de nagyon nehéz, és nem éppen egy szakrális tevékenység. Mert hogy több magzatgyermeket ölnek meg ilyenkor, és ezt nem igazán tudjuk erkölcsileg elfogadni. Tehát nem nemzés, nemzetség feltétel annak, hogy nemzet legyen, és mi még valami kell hozzá, ezt úgy hívom, hogy közös ihlet. József Attila azt mondja, hogy a nemzet közös ihlet. Hogy értsünk egyet a dologban, hogy ez egy nagyszerű hozzá, hogy ez egy értékes, hogy Popé Gyula és Novák Előd és önök és én is legyünk egy nevezőn, hogy egy szív dobbanással gondoljunk értékes dolgokra, és mondjuk igen, az fontos, és nem engedjük ennek az értéknek az elpusztítását, tönkretételét, megkérdőjelezését. És azt lehet mondani, hogy ezt a gondolatot megerősítik az indoeurópai nyelvek is, hiszen a neolatin nyelvek pedig ugye szintén, meg a szláv nyelvek, hiszen a náció, ami egy latin szó, ugye a nation angolban, vagy franciában nation jelentésű szavak, ugye a latin születni szóból származnak, nascor nationatusum, de a szláv nyelvekben is annál ród a népest, a ród a rozsdényéből van. Tehát a szlávok is tudják, hogy nincs nemzetség születés nélkül. Ez ilyen egyszerű. Nem kell ezt túlmagyarázni. Nincs nemzetség születés nélkül. Nincs nemzet születés nélkül. És a józanak azt is talán ki tudják mondani, és ezért nagyszerű dolog, hogyha mi tiltakozunk mindazon törekvések ellen, amelyek Nyugat-Európából indulnak, amelyek el akarják ezeket a gondolatokat, fogalmakat hamisítani és elrabolni tőlünk. Miről szól a történet? Hát arról szól, ami a Sixtusi kápolna tetején látható, mit üzen a Biblia, az Ószövetség teremtéskönyve, szaporodjatok és sokasodjatok. Mikortól kezdve üzeni ezt? Hát nem a Biblia írásának idejéből, 200 évvel, 2000 évvel, 200 ezer évvel előtte? Nem. 4 milliárddal évvel azt megelőzen, hogy bármi történt volna az emberiséggel, az első bármi olyan, ami a Föld nevű planétán életjelenségeket mutatott, az már szaporodott és sokasodott. Tehát bele volt vésve a programjába a szaporodás és sokasodás. Sajnos a COVID-19-ben is bele van vésve. Az is szaporodik és sokasodik, sajnos. Meg más, sok mindenki másba szaporodnak és sokasodik, és mi meg ezt a törvényt kellene, hogy tiszteljük, de majd erről is fogunk beszélni. Tehát a kereszténység is ebben a hitben élt, és ezt a hitet terjesztette. Ilyen értemben egy álláspontot foglalt el a pogány népekkel, akik nem voltak keresztények, de nem voltak istentelenek. Érezzük a kettő közt a különbséget, ugye? Tehát a mi elődeink nem voltak istentelen honfoglaló magyarok. Ők hittek, és a hitüket megélték. Sajnos ugye ma pedig vannak olyanok, akik mondják, de mondjuk nem nagyon élik meg a kereszténységüket. Tehát nincsenek nemzetek ott, ahol a nemzés, nemzetség, nemzet fogalomsor nem jelenik meg. Ez volt az első periódusa, ha úgy tetszik, az emberiség történetének, a bioszférán belül az emberiségnek, és aztán van egy óriási modellváltás.
az azt jelenti, hogy az eddigi eszmények, ami pogány, ha úgy tetszik, keresztény, iszlám és bármi más zsidó, minden történelmi egyházat ide bele lehet vonni, a szaporodást, a sokasodást, a házasságot, a gyermeknemzést, a gyermeket értéknek tartotta. És aztán jön egy váltás. Perverzió, az azt jelenti, egy fölforgatás. Nézzük meg, hogy milyennek a perverziónak a célja, vagy lényege. Az élet és teremtés kultúrájával szemben megjelenik a halál civilizációja. Ez egy hadüzenet. Hadüzenet mindannak, ami addig volt az emberiség történetében, a legfontosabb értékeknek, Isten, haza, család, ugye nem nemzés, nemzetség, nemzet, ennek. És mi a jelszava? Hát azt mondja, hogy ne szaporodjatok, és ne sokasodjatok. Legyen nekem az én igém szerint. Ugye a szűzanya a maga más állapotának ugye nagyon nehéz, válságos helyzetében ki tudta mondani azt, hogy íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Nem azt mondta, hogy legyen nekem az én, majd én megmondom a tutit az én igém szerint. Tehát meg főhajtással a teremtés, mert milyen igéről beszélünk? Hát a teremtés igéjéről. Mert egyébként miről szólt volna? Hát ő más állapotban van. Az ige azt mondta, hogy tartsd meg a gyermeket. Szaporodj és sokasodj. Nem azt mondta, hogy abortáld. Nem azt mondja, hogy nyeld a fogamzásgátlót. Nem azt mondta, hogy sterilizáltasd magadat. Nem azt mondta, hogy maszturbáljál, vagy hogy onanizálj, vagy semmi ilyesmit nem mondott az ige. Az élet igéje őriz és véd a neked adott életeket. A váltás jegyében gyakorlatilag a 20. század előtt is vannak drámai dolgok, amik történtek, de mondjuk a legnyilvánvalóbb az, ami 1918-ban egy Margaret Sanger nevű amerikai protofeminista nevéhez fűződik. Ez az ő újságjában közreadott egy ilyen föld golyóbist, globuszt jellemző alakot, és egy kosarat, amit egy gólyahoz, és a kosárból kiesnek a gyerekek. Miért? Mert a modern problémákat ő szerinte úgy lehet megoldani, ha pofán vágja a gólyát, mert túl sok a gyerek, és nincs rájuk szükség. Valóban sok gyerek születik, de hát most majd meglátjuk, hogy ennek milyen következményei vannak. Tehát nem így adja elő persze, hogy ilyen durván és direkt módon, de a lényegét tekintve ez történik. Nyakönönti egy propagandával, ami arról szól, hogy a nőket föl kell szabadítani a termékenység igája alól. Hogy ne kelljen kihordani a partnerüktől fogant gyermeket, megtartani, ne kelljen megfölnevelni, stb. Mehessen ide-oda, amoda megvalósíthassa magát. Ezek a protofeminista szövegeknek, ezeknek mind a mai napig ugye vannak nyomai. Hogy jelenik meg ez Európában? Hát úgy, hogy a Vlagyimir Iljics Lenin, és ez az Inessa Armandova, ugye a Szovjetunióban 1920-ban elsőként legalizálják a művi terhesség megszakítást. Zenger hatására. Ez az Inessa Armandova még a cári időben Franciaországban ismerkedik meg ezekkel a mozgalmakkal, amit a zengeriánus protofeminista mozgalmakkal is. Ő azt gondolja, hogy ideje, hogy a szovjet nőket is felszabadítsák. De miért megy ebbe bele Lenin? Hát először is ő maga is terméketlen tevékenységnek tartja, ha az asszonyuk otthon csak a háztartással foglalkoznak, a gyerekeket nevelik, a férjükről gondoskodnak. Az otthoni munka, a családanyaság, a számára smafú, az nem értékes. Hanem menjen traktorosnak és így tovább. De miért van erre szükség? Azért, mert a háborúban, a polgárháborúban és a világháborúban, az első világháborúban férfiak milliói hullottak el a harctereken. És óriási hiány keletkezett az orosz gazdaságban, nem tudták működtetni úgy, ahogy szerették volna, valahonnét a humán erőforrást pótolni kellett. Honnan lehetett? A családokból. Ez a legolcsóbb és legegyszerűbb módja volt. Itt volt a propaganda, Amerikában legyártották, szabadítsuk meg a nőket a szülés, gyereknevelés, a termékenység gondjaitól, ők pedig megvalósították az Orosz Nőszövetség együttműködésével, legalizálták a művi terhesség megszakítást 1920-ban, ami azt jelentette, hogy a világon elsőként a szovjet orosz állam üzent hadat a saját népei termékenységének.
eléggé meredekül hangzik, hogy egy kormányzat hadat üzen a saját népének. Azt is lehet mondani, hogy ez volt az első olyan ország, ahol a polgárháború más formában, mint korábban, hogy férfi férfi ellen, puska puska ellen, az anyaméhekben élő magzatéletkorú gyermekek lehetséges polgártársak ellen irányult, és egy aszimmetrikus háború keretében magzatok millióit írtották ki Szovjet-Oroszországban. Mert hát kell a női munkaerő. Ez volt a legnagyobb biznisz, ha úgy tetszik. Olcsón és sokat. Ez volt az eredménye. És akkor ennek pedig ugye itt vannak az eszközei, fogamzásgátlás, abortusz, újszülőgyilkosság és sterilizáció. Mi ennek a következménye? Hát, hölgyeim és uraim, szeretném önöknek elmondani, hogy az 50-es évektől kezdve napjainkig 2,5 milliárd magzati életkorú gyermeket nem engedtünk világra világszerte. Ez nagyon-nagyon nagy szám. 2,5 milliárd magzat gyermek. Ehhez hozzátehetünk még 5 milliárd úgymond szülőt, ugye az egyik fele nő, a másik fele férfi, az 7,5 milliárd embert érintő nemzetközi népirtás folyt le ez alatt, az idő alatt. Mi magyarok ehhez 7,5 millióval járultunk hozzá, más népek, más számokat produkál, de mindenkinél olyan irgalmatlan pusztítást végzett, följegyezték, hogy az emberiség összes írott történelmében, az összes írott forrásból kielemezhető veszteségnek a duplája. Hogy is vagyunk? Tehát 1950-től számolják, már előtte is vannak gondok, de 50-től lényegében napjainkig minden háborúnak a duplája történik. Azért ez egy nagyon nagy szám. Beleértve első, második, mindenféle forradalmakat és mindenféle vérveszteségeket. Mi a következmény? Hát a háborúnak vannak vesztesei. Lehettem volna én is, ha az én nagyanyám itt, Bartók Béla ott 96. harmadik emeleten, nem imádkoz értem. És az anyám sikeresen végrehajtja az abortuszt. És akkor én itt nem beszélek önöknek. És az apám pedig nem próbál engem megmenteni ettől a elkeseredett anyai szándéktól. Más is lehetett volna. De nem mindenki ilyen szerencsés, és nem mindenki menekül meg az anyaméből, ami egyébként a legveszélyesebb hely a világon. Minden évben a lehető legtöbb haláleset az anyaméheken belül történik. Minden egyes évben. Nem rák, nem közlekedési baleset, hadd ne soroljam tovább, nem Covid, és itt, hanem az abortusz követeli a legtöbb veszélyt és áldozatot minden néptől és minden nemzettől. Ennek a következménye az, hogy népesedési tél következik be, megfagyunk, és a társadalmak nagy bajba kerültek. József Attilának egy versét szeretném idézni. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, és nézik a csillagok. József Attila is valószínűleg egy nem kívánt gyermek volt. Az anyaverseiből, meg egyáltalán a verseiből ez derül ki, hogy az a szerencsétlen proletárasszony, aki egyszál maga neveli a három gyerekét, hát Attilára nem sok ideje jutott, és nem sok szeretete. Szóval talán azt is kimerem mondani, hogy egy nem nagyon kíván gyermek volt Attila. És ő is ezt a magányt verseli meg. Ezt a végtelen, univerzális magányt. Mik az okok? Hát azt mondja egy film, amit önöknek nagyon ajánlok. Önök az a címe, hogy Demographic Winter, tehát demográfiai tél, népesedési tél, hogy ő szerintük jeles tudósok, Nobel-díjas szociológusok, és így tovább szakértők és kutatók állítják ezt össze. A következő okok vannak e mögött, az irgalmatlan nagy szám mögött, mármint hogy a 2,5 milliárd mögött, meg hogy megfagyunk a demográfiai télben, hogy nincsenek gyerekeink, akik mosolyt csajnának az arcukba, akik megmelegítenék a szívünket, hogy a következő... Válási forradalom. Bárki elválhat. Nincs akadály. Tetszik, nem tetszik. Ma még csináljuk. Már nem is házasodnak, ugye? Szexről szó volt, de arról nem volt szó, hogy együtt is éljünk, meg hogy feleségül vegyenek. Csak nem gondolod komolyan. És itt tovább. Tehát a válás könnyű. Nem is gondolom, már nem is házasodnak, de meg se próbálják. Helytelen elméletek.
Hát ilyenből rengeteg van. Helytelen elméletek közé tartozik például az, hogy az emberiség olyan nagy létszámú lesz majd, mondták ezt már a 19. század elején, hogy egy idő után egymás nyakába kell, hogy üljünk, mert annyira nem lesz hely a Földön. Most ehhez képest arra van szó, hogy nem túlnépesedés van, és ezt már a 70-es években a kutatók tudták, de a sajtó, a legvéresebb és legmocskosabb, bocsánat, hogy így beszélek, az nyomta ezt az olcska dumát, hogy túl sokan vagyunk a Földön. Hát, és kinek a sajtója volt? Hát a gazdagoknak a sajtója. És kik voltak, vagyunk túl sokan? Hát a szegények. A szegények mindig túl sokan vannak. De nem a mi kezünkben van a sajtó. Tehát az jön le, amit a gazdagok, ez a gazdag emberek sajtója, hogy mi túl sokan vagyunk. Meg kell tizedelni bennünket. Tehát egy ilyen helyten elmélet. Nők a munkaerőpiacon. Említettem ugye, hogy a szovjet-orosz abortusz legalizációnak az volt az alapindoka, hogy munkaerőt szerezzenek a szovjet orosz ipar és mezőgazdaság és egyáltalán a gazdaság működtetésére. Változatlan az igény, a nőket bevonják a munkába. Ha a magyar helyzetet nézzük, akkor különösen drámai a helyzet. Egy Benda József nevű kutató hívta föl a figyelmet, mármint szélesebb tudományos demográfiai szakértők figyelmét, hogy Magyarországon az Európai Uniónál is magasabb, nagyobb mértékben vesznek részt, vagy kell a nőknek részt venni a munkaerőpiacon. 20%-kal több nő dolgozik Magyarországon a munkaerőpiacon, mint ahogy egyébként az európai átlag jelenteni. Nem tudom, hogy önök laktak-e, éltek-e vidéken. Én gyerekkoromban félig menni kényszerségből, de laktam olyan helyeken, ahol láttam, hogy ugye akkor még tehenekkel is vontatták a szekeret, hogy ha annak a tehénnek borja volt, azt nem fogatolták. Nem kötötték, nem melóztatták. Az ott bent volt, az istálóba szoptatta a kis borjacskáját, és ez így volt rendjén. Na most ebből nem tanultak, úgy látszik, mert pedig ez egy nagy törvény, hogy ha egy anya gyermeket nevel, ha csak lehet, vannak helyzetek persze, amikor nem, de ha csak lehet, ki kell őt vonni a munkából. Mármint, hogy a munkaerőpiacról, ami semmire nincs tekintettel. Arra sincs tekintettel, ha egy nő mondjuk a nyugati téri McDonald's-ben megszoptatja a gyereket. Micsoda botrány ez? Mondja az őrzővédő szolgáltat. Az a botrány, hogy ilyenkor egy kormányzat nem száll rá az ügyre, mert nem csak ez az egy volt, más is volt, amikor szoptató nőket ilyen módon letámadtak, hogy nagyon komolyan megbüntetni azokat a cégeket, ahol ilyen embertelen anyaságot és gyermeket egyaránt megalázó gesztusok történnek. Elmentek mellette. Nem én vagyok a képviselőjük. Jó? Tehát itt munkaerőpiacról vagyunk. A nők bevitele ma is van. Jólét. Bizony a jólét az ellustítja az ember. Mondom erre a mélyebb magyarázatot. A jólét az, hogy csökken bennünk egy bizonyos ösztönnek az élet ereje. Az egyik a létfenntartási ösztön, a másik a fajfenntartási ösztön. Amikor jól megy a dolgunk, nekem, önöknek, nektek, akkor a fajfenntartást azt úgy kvázi elhanyagoljuk, jól el vagyunk, és minek ide még egy gyerek, stb. Tehát a gazdag országokra jellemző ez, hogy ott kevés gyerek születik, azt hinni az ember, hogy megvan minden pénze, lehetősége, sok gyerek születik. És a szegény országokban, Etiópia, Banglades, Nigéria, hadd ne soroljam tovább, ott már annyi gyerek van, Afganisztán, a világ leggyorsabban fejlődő, már ugyan értem, gyerekszám családilag, mert 6-7 gyerek az átlag. Ott meg a legtöbb gyerek születik. Tehát magyarán a létfenntartási ösztön, és a fajfenntartási ösztön az egymással nagyon érdekes, finom korrelációban van, és ahol a jólét, a prosperálás az uralkodik, ott a fajfenntartási ösztön az úgy lehanyatlik. És a szexuális forradalom, amiről beszéltünk, ez a bizonyos zengeri forradalom. Van abortusz, van fogamzásgátlás, van sterilizálás, mindenféle van, ami ehhez kapcsolódik. Van a béranyaság. Hát nem kell, miért egy híres színésznő, miért csúfítsa el a testét? Már megfizeti a nőt, aztán beültetik neki, és kiholja neki a gyereket. Már ezt is meg lehet rendelni. Czeisel Endre volt ennek a nagy magyar szószólója. No, hát szóval ezek a fő okok. És ugye itt van ez az, hogy azt szoktuk mondani, ugye, hogy Arbeit macht frei, ez csak a nácikra jellemző. Nem igaz.
nem igaz. Ez az egyik hazugság. Ez a kommunistáknál ugyanígy volt, vagy még vastagabban. Ugye itt van egy 50-es évekből egy kis versike, egy diafilmen, egy ilyen propaganda filmből vettem ki. Betoppan most ott okos Kata nevető, és a szája Márton bácsi büszkén nézi, hisz az unokája. Sudár szép lány lett belőle. Kérik is vagy négyen. Ő az első traktoros lány az egész megyébe. És ott van ugye az okos Kata. Nem tudják, hogy minek örülnek. És hogy kérik is, vagy négyen, ők meg végképp nem tudják, hogy hova teszik a magjukat. Már elnézést kérek, hogy milyen fész. Tehát, hogy ott anyára, lehet, hogy jó a traktoros, de anyának csapnivaló, mert nem tud anya lenni igazából. És akkor újfajta királynők jelennek meg, nem a termékenység királynője, hanem a kondom királynő, aki egy olyan fotelben ül, ami csupa felfújt kondomból van, és ez egy új hatalomgyakorlást mutat. Ugye C.S. Lewis mondja, hogy fogamzásgátlás, mint a hatalomgyakorlás úgy módja jelenik meg. Mert nem csak az a hatalomgyakorlás, amikor a nőnek úgymond joga van a méhén belül az én testem, az én választásom jeligére elpusztítani a gyerekét, hanem az is, amikor bekapja a fogamzásgátlót. Férfi nem is tud róla. A fogamzásgátlót szed a felesége, partnere. Nincs neki a fölött rendelkezés joga, hogy Nem, amíg velem vagy, addig nem lehet ezt, ugye? Nincs. De nem csak ez az érdekes, hanem az, hogy gyakorlatilag olyan személyek fölött mond ki ezzel ítéletet a fogamzásgátláshoz folyamodó nő vagy férfi, mert ez férfi is lehet, akik még meg se születtek. Tehát már lehetetlenné tesszük azoknak a nemzedékeknek a világra jöttét, akik egyébként világra jönnének. Tehát ez egy sajátos minuszba hajló hatalomgyakorlási forma, fogamzásgátlás. Ugye helytelen elméletek, ezt is mondtuk, a szegény földanya, hát olyan sok az ember, hogy lenyomja. Hát túl sokan vagyunk megint, ugye? Túl sokan vannak a szegények, és nem jó a sajtójuk. A válás, az is itt van. Valóban, az is egy nagyon fontos negatív jelenség a népességszám. És ugye, amikor azt mondja, hogy prosperitás van, gazdag vagyok, a hiánytalan bőséget választom valóságnak. Tehát mindenből meg legyen meg minden, ez az egész, a többi nem érdekel. Nekem legyen meg mindaz, amit a gazdaság kínál. És akkor figyeljük meg, hogy milyen kiutat kínálnak a mi gondolkodóink. Ugye most nem akarok visszamenni, bár lehetne a Kölcseinek az intésére, a Zrínyi második énekét szeretném mondani, vagy idézni önöknek, ahol azt mondja, hogy és más nép áll a négy folyam partjára, más keblű és más nyelvű nép. Mondja ezt 1830-as években. 200 évvel ezelőtt már erről figyelmeztetnek, és valami drámaként jelenik meg, és elmegyünk mellette, és nem veszük komolyan. És akkor van itt egy főpapunk 1962-ben az ő figyelmeztetése. Ne engedjétek az orosz érdeket a magyar anyaméhekig, orosz bérenc esküszegű úgynevezett orvosok és úgynevezett gyógyszerészek kezével. Hölgyeim és uraim, nemes hölgyek és nemes urak, önök szerint ez időszerű ez Magyarországon? Sajnos, én is azt gondolom. De nem csak itt, hanem van egy brüsszeli diktátum is, ami például az úgynevezett isztambuli egyezményt jelenti, hogy az isztambuli egyezmény látszólag a női jogokról szól, de lényegében az úgynevezett reprodukciós jogok keretében előírná a magyar államnak, hogy az abortusz és fogamzásgátlás terén semmilyen módon, semmilyen beavatkozást ne tegyen a saját népe termékenységének védelmében. Szóljatok, már nagyon unjátok, mert akkor befejezem. És akkor nézzük meg, hogy mi a tétje. Hát a tétje az, amit Sólyom László 1991-ben mondott, hogyha sikerülne a magzatot a jogalanynak tekinteni, akkor ez, vagyis az ember jogi fogalma kiterjedne a születés előttre, egészen a fogantatási, tehát a fogantatással kezdődő magzatgyermeki létet a jogalanyisággal ajándékozna, meg, akkor ennek a hordaereje nem lenne kisebb, mint a rabszolgatság eltörlése. Azt szeretném kérdezni, hogy önök szerintetek van-e a modern Európában rabszolgaság? Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, de ebben megerősít minket valaki, ez pedig
Matteo Salvini. A következőket mondja. Hallottam, hogy valaki azt állítja, azért van szükségünk a bevándorlásra, mert a mi európai népességünk már előregedett. Eddig rendben van. Én ezt teljesen másképp látom. Engem azért fizetnek országom polgárai, tegyem lehetővé fiataljainknak, hogy ugyanúgy újra lehessenek gyerekek, mint ahogy évekkel korábban voltak. Nem értek egyet azzal, hogy az afrikai fiatalság színeje a virágját, kiemeljük környezetéből csak azért, hogy aztán velük pótoljuk azokat a gyermekeket, akiket mi magunk nem hoztunk világra. Feketén, fehéren megmondja, gyakorlatilag itt arról szól, hogy importáljuk a munkaerőt rabszolgaként, és itt van, meg lehet Luxemburgnak, eszkemel volt egy szavazása a luxemburgi minállam emellett, ugye nagyon kardoskodott, de nálunk Olaszországban támogatnunk kell a magunk gyermekeit abban, hogy saját gyermekeik lehessenek, ne pedig új rabszolgákra cseréljük azokat a gyermekeket, akiket mi nem hoztunk világra. Csúnya dolgot mondok, de ki kell mondanom. Amikor mi kimegyünk innen Magyarországról, Angliába, egyéb helyekre, Németországba, és ott jó megfizetnek minket, és úgy jól el vagyunk. Az is egy bérrabszolgaság azért, ha belegondolunk, mert annak következményei vannak, és nyilván mindent meg kellene tenni. És akkor mi van még az iszlámmal bevándorlás? Hát ezek harcról van szó. Azt mondtam, hogy az anyaméhen belül háború folyik, egy polgárháború, ők is háborús felek. De ők nem a hagyományos fegyverekkel, hanem az anyaméhekkel harcolnak. Az iszlám nagyon-nagyon mereven ragaszkodik ahhoz, hogy a nemzés, csak kapcsolatos, puritán, egyértelmű szabályokat betartsák. Ha nem, odavág. Nincsen tolerancia, meg így, meg úgy, meg amúgy. Elvág. A saját lányának a nyakát vágja el, hogyha valami olyasmit csinál. Ezek a nők harcosok. Nem az az igazi harcos, aki robbant egyet, vagy elvág egy papnak a nyakát, vagy bármit, mert azt látjuk. De ezt nem látjuk, hogy őt hányan szülnek. Tudunk róla, hogy rengeteget, Európába érkező iszlám nők rengeteget szülnek, és radikális mértékben többszörözzik meg a saját népességüket és hitüket, az iszlám közösséget. De ez nincs annyira előtérben, ez úgy elmegyünk emellett. Pedig ez is dráma, és ezért volt például ugye számomra rokonszenves, amit Torockai kitett ugye ásott halmon, hogy nincs minaret, nincs abortusz, és még nem is tudom, mi volt a harmadik, de hát... Igen, tehát kultúránkat megőrizzük. De a kultúra az életünk. Nem csak csador, az életünkről szól. Ezt nem szabad elfelejteni. És akkor nézzük, hogy hogyan lehet ezt értelmezni. Itt a történelmi távlatokban itt van Márton Áron, Erdély Szent Élet és püspöke, aki azt mondta, ugye a trianoni dráma után, hogy Erdélyt azok a román asszonyok nyerték meg, akik szültek és szültek, és azok a magyar asszonyok veszítették el, akik nem szültek. Van benne nagyon mély igazság, van benne az is, hogy miért nem tettünk mi férfiak meg mindent, hogy azok a mi asszonyaink szülhessenek, ez is benne van. De a tényen nem változtat, hogy az asszonyoknak óriási szerepük van abban, hogyha a magyarság elfoglalja a Kárpát-medencét, hogy azt meg is tudjuk tartani emberekkel, jövővel, gyerekekkel, új nemzedékekkel. Ha ebből a munkából, feladatból bármilyen ok miatt kivonják magukat, vagy elcsábítják őket, akkor nagy bajban vagyunk. Miért? Nemes hölgyek és nemes urak, hadd kérdezzem meg, hogy egy nemzetnek hol vannak a legbelső határai. Másodhalom, Szlovákia, Magyarország, Kárpátalja. Határkövek jelzik, vagy hol vannak a legbelső határok, ahol magyar emberek élnek. Én megmondom, az anyaméheken belül. Az anyaméheken belül. Ott vannak a legbelső határok. Az az ellenség, amelyik ezeket a határokat át tudja lépni, ahol ezeket a kis jövendő magyarokat meg tudja ölni, adott esetben a saját anyjának közreműködésével, akkor az nagy fegyvertényt követett el a saját érdekei mentén. És mi meg nagyot mulasztottunk, ha ezt a népirtást engedélyezzük. Márpedig minden évben 20 ezer ilyen magzat életkorú gyermeket pusztítunk el. Sőt, a Covid-járvány alatt kétszer is fordultunk a egészségügyi miniszter úrnak, hogy legalább most, ha már életmentő műtéteket kell csinálni, akkor legalább most ne végezzék a műviterhesség megszakítást. Mi volt a válasz?
nyek, 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 fújtatódott ugyanúgy, mintha mi se történt volna. Tehát van egy irgalmatlan heródesi teher a kormányzaton, és akkor jó hiszeműen és eufémikusan beszéltem, és nem azt mondtam, hogy heródesi kormányzat, heródesi teher van, ami alól nem nagyon tud, talán nem is nagyon akar, mert baromi kényes kérdés. Nagyon kényes. Láttuk, hogy mi volt Lengyelországban, ahol csak azt szerették volna az alkotmánybíróság döntése után, hogy legalább a downkoros gyerekeket ne kelljen már kivégezni. Hogy majdnem belebukott a lengyel kormány. Igaza van ebből a szempontból Orbán Viktornak, aki azt mondja, rendszeresen elmondja az ő képviselőjelöltjeinek, hogy aki az abortusz kérdését előveszi, ez most idézett tőle, az a politikai halálával játszik. Miért? Mert itt 200 vagy akár több száz éves rossz beidegződések vannak, és ebből nagyon nehéz kikecmeregni úgy, hogy tényleg hatékony és azonnali legyen. Ebben mondjuk kellenének olyan bátor politikusok, mint amilyen Novák Előd és Dúró Dóra volt, hogy legalább a kis lépések taktikájával próbáljunk valamit elérni. Hát ezt is lesöpörték az asztalról, de az ember ilyenkor már nem is tudja, hogy mit kellene tenni azért, hogy ne az legyen, ami Erdélyt, azok a stb. Hölgyeim és uraim, nemes hölgyek és nemes urak, Észak-Magyarországon egy új Trianon érlelődik. Ha nem szaporodunk és sokasodunk, ott hamarosan olyan autonóm területek lesznek, amelyek tőlünk lesznek függetlenek, és egy új Trianon, kisebb Trianon, de fájó Trianon fog keletkezni. Tehát észnél kell lennünk, mert van ilyen, hogy bölcsők háborúja, és a bölcsők háborújába azok a népek és nemzetek győznek, akik szaporodnak és sokasodnak, és betartják az isteni intést. Nem azt nézi a teremtő, hogy most a magyar ilyen értékes, vagy az olasz, vagy a román. Ki szaporodik? Ez az legelső. Aki nem szaporodik, lehet akármilyen zseni. Ki fog hullani a történelem listáján? Amit kívánok, legyen áldott a honfoglaló, honunkat megtartó, visszaszerző édesanyák méhe. Ez az én kívánságom. És amit még hozzátennék, hogy egy ország igazi férfiakkal meghódítható ugyan, de csak megédesülő anyákkal tartható meg. Tehát látjuk, hogy itt vannak a lovas férfiak, de gondoljuk csak meg, hogy a honfoglaló nők nélkül nem vagyunk, nem lettünk volna sehol, és a jövőnk is megkérdőjelezhető. Kint a határon tartottunk egy ima alkalmat 2005-ben, az a bizonyos 2015-ben. Ez volt az üzenet, a mi európai felénk, mert ugye a határ egyik oldalára volt egy üzenet, meg az európai oldal felé. Térj meg a teremtő alkotta természethez, válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok, ugye ez a Mózesből való. Hát nem túl nagy sajtója volt, de mi a saját lelkiismeretünkből fakadóan ott voltunk, kifeszítettünk, lefényképeztük, és az utókornak okulásul, majd egyszer talán valaki előtt mondják, hogy hát az a Téglási, meg a csapata, meg a Novák, meg a Dúró, meg a Popé, meg néhány. Azért mondtak ám valamit, hogy ezt elkerüljük, a többi meg majd számadat a saját lelkiismeretével, meg a politikai karrierjével, hogy mit tett akkor. Jönnek át a határon, ezt én fényképeztem, ugye 24 órán keresztül imádkoztunk, jönnek át a migránsok, a kereszteket tettünk ki, hogy ez a keresztény Magyarország határát, persze legázolták a kereszteket. Itt vannak 2015-ben a gyerekek, a szülők ott fekszenek, mert fáradtak, stb. És a gyerekek rajzolnak. Nagyon nem mindegy, hogy mit rajzolnak. Megdöbbentő volt számomra az ábra, amit a porba rajzoltak, az ásotthalmi porba, az ott lévő Szíriából menekült gyerekek. Kérem szépen, ez egy kör, és benne a kereszt. Mi ez? Nem a kereszténység, ez a földanya, a szaporodás jele. A termékenységnek a jele, és ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy ezek a szír gyerekek ösztönösen, nem tanította őket sem, elkezdték rajzolni ezt az ábrát. Üzenet. Azt is mondhatnám, ha nem botránkoztatnék meg ezzel, ezek a Szíriából jött kis angyalok hoztak nekünk üzenetet. Intésként szaporodjatok,
tiszteljétek a természetet, a természet törvénynek azt a részét, ami azt üzeni, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, mert máskülönben már itt vagyunk, holnap még többen jövünk, és te pedig elsüllyedtek a történelembe. És akkor itt ugye még pár szóval az, hogy ugye Dúró és Novák barátaink, testvéreink miket küzdöttek, itt néhány gondolat volt, amit azért hoztak, hogy ne lehessen meghallgatni a szívhang hangját, nem akarom ezt mondani. Én csak önöknek is azt kívánom meg mindannyiuknak, hogy vegyük komolyan azt, hogy az anyamé az a magyarság, meg minden népnek és a nemzetnek a szent helye. Az anyamé az, amiben él a nemzet. Ön, én, mindannyian, nemes magyarok, nemes asszonyok és nemes urak, úgy vagyunk nemesek, hogy tudjuk, hogy az egy Isten kapcsolatot jelent a mi nemességünk. Nem kutyabőr, hanem az isteni teremtési törvénnyel való bensőséges, engedelmes kapcsolatot. Ezt akarom önöknek mondani és kívánni, hogy életre fel, ott a feleségem is, itt még csak 6 gyerekem volt, de ott után megszületett a kis tebbik is. Isten áldjon önök, és ha kérdés van, persze állok a rendelkezésükre. Köszönöm szépen Téglás Imrének ezt a grandiózus történelmi visszatekintést és a vészharangok megkongatását, hiszen valóban történelmi felelősségünk is van ezzel a témával kapcsolatban. Én magam is ilyen tanítás mellett nőttem föl, ugye, ahogy édesapám fogalmazott mindig, hogy a modern háborúk már a hálószobákban dőlnek el, úgyhogy nem is csoda, hogy ma is eljött édesapám, és ezzel egybecsengően köszönöm neked is, Imre, hogy erre fölhívtad a figyelmünket, hiszen történelmi küldetésünk van, és ezért gondolom, hogy a kislépések politikájával valóban talán ez az első, amit el kellene fogadtatni, ez a bizonyos szívhangos javaslatunk. Ahogy szoktuk fogalmazni, ez nem szigorítást, pusztán tájékoztatást jelent, tehát amíg erre nem kerül sor, hogy ezt elfogadják, addig nehéz bármi más tenni. És ezért is próbáljuk kimondani, ami hát KDNP-s képviselőknek nagyon fájó volt, akkor hívtak föl minket először, hogy hát igen, ebből a szívhangosból majd valamit azért kellene, amikor még a Magyar Hírlapban is megjelenhetett az a nyilatkozatunk, hogy az Orbán kormány abortusz politikája és a Gyurcsány kormány abortusz politikája között semmi különbség nincsen. Ugye ez azért fájó volt nekik így kimondani, és akarták volna mondani, hogy de hát nem tudták befejezni a mondatot, mert hogy tényleg nem volt különbség. Ilyen értelemben hazugság az alaptörvényünkben ugye az a mondat, hogy a magzat életét a fogantatásától kezdve védelem illeti meg. Ezért szívügyünk ez a szívhangtörvény, amit jó részt Téglás Imrének köszönhetünk. Ajánlom egyébként az interneten ezt megnézni, ennek a nagyon szakszerű indokolását, a legkorszerűbb például a tájékozott beleegyezés orvosi alapelvét is, hogy hogyan fejti ki ennek az indokolása, hát elsősorban Imre ezt a javaslatot. És hát mi magunk is igyekszünk nyilvánvalóan egy-két már-már polgárpukkasztó kifejezéssel, ugye nem csak a KDNP-sek kedélyeit borzolni, de hát azért mondjuk ki, hogy az abortusz a vezető halálok, ahogy most Imre is nagyon frappánsan és meg botránkoztatóan mondta, hogy a legveszélyesebb hely a világon az anyamé. Sőt, azt is kimondhatjuk, hogy az abortuszok száma nagyobb, mint a 10 vezető haláloké összesen, ezek is hivatalos statisztikák. Azt is szoktuk mondani, hogy az abortusz a családon belüli erőszak legelterjedtebb és legbrutálisabb formája, mely a legártatlanabb és legvédtelenebb emberek ellen irányul, ezért is kellene azt gondolom kiemelten foglalkozni velük. Ugye a gyermeket nem kötelező felnevelni, örökbe is lehet adni, ez is egy fontos alapvetésünk, és hát számos ilyen kiadványjal próbálkoztunk, nem csak az interneten, de óriás plakátokon is, ugye amikor például a kormány kiplakátolta most itt a Covid kapcsán, illetve hát kétségkívül kicsit frappánsan ugye a Black Lives Matter-re is válaszul, hogy minden élet számít, akkor azért hozzá kellett tegyük azt a fájó kiegészítést, hogy kivéve a magzatoké. Ugye ezt Imrével együtt plakátoltuk, szerte az országban az óriás plakátok kiegészítéseit, itt a 11. kerületben is számos óriás plakátot egészítettünk ki ezzel, és fölhívtuk számos alkalommal a figyelmet, ugye, hogy ha például egy baktérium
életnek minősül a Marson, akkor egy szívverés miért nem minősül életnek a Földön? Mert jelenleg ez a hatályos és sajnálatos szabályozás. Hát én ezért kellene, hogy minél több ilyen szemfelnyitó előadásra sor kerüljön az országban, de ahogy Imre ajánlotta, lehetőség van kérdezni, hozzászólni, használjuk ki, hogy itt van közöttünk, parancsoljon, mikrofont odaadnám. Kicsit, hogyha előrébb jön, akkor könnyebben halljuk. Német Péter vagyok. Az Alfa Szövetség, az így előre bocsájtva ezt a rövid kérdést, hány éves már? Én? Nem, az Alfa Szövetség. 25. Hát akkor van áttekintése. Nagyon röviden, mert késő is van, és hát nem biztos, hogy mindenkit érdekel, de hát komoly tapasztalata van. Ha erről egy pár szót mondana, nem érzi-e esetleg ezt egy kicsit meddőnek a mai világunkban, és ennek a kérdésnek részben folytatása, fel van-e arra készülve, kér-e segítséget, hogy a korszellem az milyen most, és mi várható, illetve hát tulajdonképpen kiterjed jobban irányunkba, mert máshol már látjuk ennek a jeleit, és hát ugye ennek kapcsán vár esetleg olyan segítséget, amiben esetleg ugye a gendertől kezdve feministák részéről egyre agresszívabb, progresszív támadások fogják érni. Sőt, nem csak magát, esetleg még a családját. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem utoljára az akadémiai könyvtárban üdvözöltük egymást, mert Péter, azt hiszem, te ott is dolgozol, vagy hogy? Ott dolgozol, én meg kutatgatok néha, úgyhogy előfordulunk így egymásra, meg a Vöröstorony lépcső, ahol a régi lakhelyem, szóval kicsit ismerősök vagyunk egymás számára. A kérdésre, hogy mennyire érzem meddőnek ezt a dolgot, hát aki azzal a... Senkit nem tekintek rossz indulatúnak. Mindenkit jó akaratú embernek gondolok. Igen. Igen. Jó. Nagyjából értem a kérdést. Több válasza van. Az egyik az, hogy abortusz túlélőként nem tehetek mást. Tehát van egy olyan mély bevésődés bennem, ami azt jelenti, hogy kvázi túléltem az első halálomat, amit édesapámnak köszönhetek, és tulajdonképpen ő hozott világra, ha úgy tetszik, a dolog szellemi, érzelmi vonatkozásában. És amikor az ember erre rádöbben, akkor ugye ez az eszmélkedés 11 éves korom óta van, amikor megtudtam egy véletlenül hallott családi beszélgetés kapcsán, hogy anyám miket próbált, hogy én ne szülessek meg. Na most azért az egy 11 éves gyerekben nagyon bevésődik. Akkor ugye tele sírtam aznap éjjel a párnámat, és nem mertem senkinek se szólni, se kérdezni, se, tehát valami nagy dráma volt. És ahogy az ember, hogy mondjam, öregszik, meg őszül, meg butul, meg feledékenyé is válik, de még ezt megelőzően rádöbben arra, hogy ez nem csak a saját köldökéről szól. Tehát ez a magyarságról, az én minden családtagomról, minden rokonomról, minden honfitársamról is szól, sőt, 2,5 milliárd az azt jelenti, hogy minden embertársamról is szól. És ha ez így van, akkor csupán értelmiségiként is, magyar keresztény emberként nem mehetek el a dolog mellett. Hogy most ez, hogy az én felszólalásom, vagy az én tevékenységem, vagy a mi munkánknak lesz-e eredménye, azt akként tudom mondani, hogy matróz vagyok egy hajón, fölhúzzuk a vitorlát, tesszük a dolgunkat a fedélzeten, aztán majd a Szentlélek, ha fúj, akkor megy a hajó. Ha nem fúj, ott marad. Ebben én nem tudok többet tenni. Én, amit emberként megtehetek, az ez, és az elkötelezettsége. Mi volt a másik kérdés? Ja, igen. Nagyon jó a kérdés, 2014-ben megtámadtak engem, barátaimmal és a Csensztóvai Szűzanya képével tüntettünk az éppen akkor induló Pride ellen, letámadott egy amerikai, New York-i homoszexuális aktivista, megmarkolázta a mellkasomat, magához szorította a nyakamat, és hát nyilván akkor rendőrt hívtunk, és akkor őt hát igazoltatták. A mai napig nem értünk a per végére, pedig teljesen nyilvánvalóan az RTL Klubnak a felvételén teljesen minden látszik.
olyan büntetést kapott, amivel szinte büszkélkedni is lehet. Először talán csak egy évre felfüggesztett, aztán azt is csökkentették, aztán az időmúlását, tehát gyakorlatilag ugyan kimondták azt, hogy szemérem elleni bűncselekményt követett a megalázás céljával, de például nem adott helyt a bíróság annak, hogy ugye a személyiség jogai megsértése miatt reparációt kapjak, tehát pénzbeli kártérítése. Mai napig is folyik, még jövőre is megy ez a per. Amerikai állampolgár, homoszexuális, ez túl sok a magyar bíróságnak egy magyar állampolgára szemben. Ezért próbáltam mondani, hogy szertenézett s nem leli, honnyát a hazában. Törvénytisztelő, magyar, keresztény, állampolgár vagyok, gyerekeim vannak, családapa vagyok, 40 évig dolgoztam, amikor a tisztességgel nyugdíjba mentem, hogy miért nem kapom meg azt a védelmet, ami egy tisztességes védelem lenne, miközben a kettős mérce jegyében, ha ennek a felét teszi egy bajtársam, 2 perc alatt bezárják, bedutyízzák, megalázzák, szét kinyírják a sajtóval, hadd ne sajtóval. Jó, ezt is vállalni kell. Én ezt vállalom. Tehát, hogy mondjam, az én inger küszöböm, nem örülök persze neki, ha megcsöcsörész egy buzi, de azt nem mondanám. De ezt is vállalni kell benne. Tehát ez este nem arról szól, hogy levágják a nyakamat, nyilván. És megviselt a dolog, de vállalni kell. Aki vannak békésebb, én nem vagyok békés természetű ember, igyekszem magamba visszaszorítani az én indulataimat, de nem vagyok belül, nem vagyok békés. Jó? Hát ennyit tudok mondani. Sorsom ez. A Jóisten meg majd eldönti, hogy ennek van-e, volt-e értelme, vagy nem. Ennyi a történet. Köszönöm szépen. Hogy mi lehet az oka a perrel kapcsolatos. Hát én azt hiszem, ennek nem belpolitikai okai vannak, az előtt sokat mesélhetne, gondolom én, hogy ez egy külső presszió, és ugye nem csak az amerikai állampolgárság, ugye, hanem a jelenlegi világpolitikai helyzet lehet. Idézőjeles. Lehet. Köszönöm szépen. És köszönöm. További kérdésekre szívesen válaszolok, ha tudok. Parancsoljon, uram. Mihály László vagyok. Tiszteletem. Ezzel a témával már Fekete Gyula 70-es években foglalkozott, meg a Kopp Máriának is ilyen, és sajnos nem jutunk egyről a kettőre. Igen. És említette, hogy a muszlim nők, hogy milyen termékenyek. Meg kell nézni Párizsba. Vannak olyan kerületet, hogy Bagdadnak hívják. Tele alapban. Ha mi nem vigyázunk, ránk is ez a sors fog várni. Igen. Hát nekünk van 800 ezer cigányunk, ha ők egyáltalán a mieink, azt nem tudom, nem kérdeztem meg mindegyiket, meg lehet, hogy többen is vannak. Ez is egy kérdés, nem kell nekünk Párizsig menni, el lehet menni Borsodba. Szóval nem kell nekünk nagyon messze menni, és én azt szoktam mondani, hogy persze, hát érdekes is, de azt legyen, nem azt mondom, hogy legyen az ő bajuk, ez durva lenne, de nekünk megvan a magunk problémája. Ugye a himnusz is azt mondja, hogy hajj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletbe. Nekünk halkan mondom csak, megvannak a magunk bűnei. Nem szoktuk szeretni ezeket bevallani. És itt, ebben a kérdésben meg azt a 7 millió magzat gyermeket, én, te, ő, mit, ők, nem engedtük világra jönni. Tehát ezt kellene megoldani. Aztán más népek, sok minden jó sikert kívánunk nekik, de most csak egy példával akarom ezt illusztrálni. A Magyar Mária Rádióban dolgoztam 2,5 évig, és aztán ott az egyik püspökkel, aki éppen felügyeli a Mária Rádiót, hát nem értettünk igazán egyet. Én nehezményeztem a Ferenc pápának azt a kiszólását, hogy a katolikusoknak nem kell úgy szaporodniuk, mint a nyulaknak, és akkor ehhez képest én írtam is azt, hogy hát én nem szeretem az én termékenységemet, a feleségemmel való szent szertartásomat a nyulak szintjére viszik le, és engem épp akkor vártam egyébként a 7. gyerekeket. Tehát én szaporodtam, nem úgy, mint a nyulak, hanem hogy Téglási Imre, meg a feleséggel. Na most erre írtam, akkor gyakorlatilag megküldték a sejemzsgyondot. Köszönjük szépen az önkéntes munkát, tehát önkéntesen csináltam, megkaptam egy filét sem, úgyhogy elmentem. Na most itt is volt a kérdés, közben itt elmentem, hogy... Ja igen, a Fekete Gyula. Jó, tehát itt a lényeg az, hogy itt vannak elődök, nagy elődök, Fekete Gyula, de Kölcsei, és így tovább. Tehát lehet sorolni,
nincsenek benne az oktatásban, a tanárképzésben nincs benne a dolog. A genderről szó se esik a tanár... Bocsánat. A tanárképzésben el van maradva az oktatásügyünk ettől a problémakörtől. Nem merik föltenni a kérdéseket, pedig szembe kellene nézni. Ha nem volt elégséges a válasz, szóljanak csak rám, mert kicsit elfelejtettem volna az eredeti indulatát, vagy irányát a válaszomnak. Persze. Kedves Imre, és mindenki, aki hallotta az előadását, felfigyelheted rá, hogy Kölcsey egyik verséből idézett az előadó. Nagyon örülök ennek, ez két verse van Kölcseynek, két kiemelt verse, amely kimondottan a nemzet halállal foglalkozik, Zrínyi dala és Zrínyi második éneke. A 30-as években írja, 1830-as években, és valóban a Zrínyi második éneke durvább és lehangolóbb még az elsőnél is. Az első azzal végződik, hogy még van remény. De az rajtunk múlik, hogy képesek vagyunk-e beváltani ezt a reményt, vagy nem. A Zrínyi második énekének a utolsó strófájában már a sors azt mondja a kérdezőnek, aki voltak éppen a költő, törvényem él, hazád őrcsillagzatja, fiai bűnein leszáll. És akkor végződik azzal is, hogy más nép jön e négy folyam partjára, más szózat és más ajkú nép. És aztán az, hogy... És aztán más hogy, szózat és más keblű és nép. Más keblű nép. És, beszél, és, más és aztán azzal végződik, hogy ez valósítja meg majd itt az igazi életet a négy folyó partján. Tehát valahol kimondja a végzetszerű átkot ránk, magatok tehettek a sorsotok alakulásáról. El van rátok pazarolva minden jó indulat, amit csak kaphattatok. És ti magatok intéztétek, hogy ez legyen a végzetetek. Hát azóta eltelt valóban majdnem 200 esztendő, és ez alatt az idő alatt, ami tőlünk tellett, megtettünk mindent, hogy bekövetkezzék, amit annak idején, 1830-as években Kölcsey valahogyan megjósol. Hát adja Isten, hogy végül is ne legyen igaza Kölcseynek, no, de ahhoz, hogy Kölcseynek ne legyen igaza, ahhoz a jelenlegi magyarságnak is tenni kell valamit a jelen és a jövő érdekében. Erőt meríthetünk elsősorban a Jóisten kegyelméből és a múlt példáiból. Nagyon jól tudjuk, hogy mit kell elkerülnünk, és azt is tudjuk, hogy mit kellene követnünk. Tehát bölcsességre van szükségünk, amit azonban önmagunkban nem lelhetünk meg, csak is egy fölülről jött sugallat alapján döbbenhetünk rá a bölcsesség súlyára és igazságára. Köszönöm. Köszönöm szépen, legyen akkor ez a zárszó. Tiszteletre és irigylésre méltó műveltségről tettek tanúbizonyságot, és bátorságról is, hogy ezekkel a kérdésekkel így mernek foglalkozni. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a kitüntető figyelmét és a megjelenését. Hadd áruljam el azt az örömhírt is, hogy azért a szabad egyetemi előadásainkat folytatjuk ugye a következő fél évben is, és van szerencsém bejelenteni a következő 6 hónap előadóit is. Továbbra is itt minden hónap közepe táján egy csütörtök esti napon 6 órakor lesznek az előadásaink. Januárban legközelebb Mónus József, a fehér farkasként ismert hagyományőrző, távlövő, világrekorder íjász fog előadást tartani, mert ez is az erőssége, bár ezt az oldalát kevesen ismerik, de hasonlóan lenyűgöző kivetítéseket tart a magyar nemzeti szimbolikákról. Nos, ő fog előadást tartani, Harcolni a magyar zászló becsületéért címmel. Februárban pedig
Rafai Ernő történész, elmulasztott revíziós lehetőségek a rendszerváltás óta. Ez régóta húzódik, különböző jogszabályi egyéb tiltások miatt ugye itt néhány előadás elmaradt, viszont nagy-nagy szeretettel köszöntöm most is köreinkben Rafai Ernőt, mert megtisztelte nem először résztvevőként, hallgatóként is a Fekete István Szabad Egyetemet. Államtitkár úrnak, történész úrnak köszönjük szépen, hogy vállalta konkrétan ezt az előadást is, úgyhogy reményeink szerint, ha csak itt a jogszabályok és a Covid közben nem szól, akkor februárban végre ezt az érdekes témát tudjuk boncolgatni. Márciusban Varga István pénzügyi szakértő új típusú pénz, veszély vagy kitörési lehetőség címmel fogja taglalni ezt az érdekes kérdést. Áprilisban Vót Imre, a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesületének elnöke, tehát hagyományőrző koronaőr fog a Szent Korona ról a legújabb kutatások tükrében előadást tartani. Májusban Dérer Zsolt író és református lelkipásztor a sikeres és boldog házasság kulisszatitkairól írt könyvet, és arról fog itt előadást is tartani a felkérésünkre. És hát végül, de nem utolsó sorban, júniusban a nyári szünet előtti utolsó előadónk Horváth Tibor, a Fekete István Irodalmi Társaság elnöke lesz. Nem tudták megtörni, ember maradt. Ezzel utal Fekete Istvánnak az antikommunista életútjára is, amiről a kapcsolatban fogunk egy szintén vetítéses előadást itt megtekinteni. Úgyhogy nagy-nagy szeretettel várjuk Önöket a továbbiakban is. Köszönöm szépen még egyszer a megjelenésüket. Legutóbb egy kis adománygyűjtéssel a hangosításunkat sikerült megjavítani. A mai adománygyűjtésünket, úgymond persejpénzünket szeretném az Alfa Szövetség életmentő missziójának sorába ajánlani. Úgyhogy Kristóf, megkérnélek, hogy egy adománygyűjtő doboz légy szíves onnan a kis helyiségből itt az asztalra tegyél ki, hogy aki megteheti itt karácsony közelettével, hogy megszülethessenek azok a gyermekek, amelyekért az Alfa Szövetség is immár 25 éve küzd Téglás Imre vezetésével, úgyhogy ma ezért gyűjtünk, és köszönjük szépen a kis ajándékkönyveket, és főleg ezt a grandiózus előadást, amely természetesen az interneten is megtekinthető lesz. Köszönjük szépen, és áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek, illetve boldog új évet januárban, illetve februárban is találkozunk majd Rafai Ernővel is. Köszönöm szépen még egyszer!